Szeretettel köszöntelek benneteket itt a Zen tábor szinte végei Dharma beszéden. Arra szeretnélek benneteket kérni, hogy mondjuk el 7-szer az Om Nama mantrát egymás előtt. Köszönöm szépen. Mindig jó így összehangolódni, de ezt a mantrázások által, éneklés által, együttműködés által minden lehet érni. És mindig öröm látni, hogy néhány nap után egy társaság, aki még általában nem találkozott, az mennyire elkezd így összecsiszolódni, úgyhogy észre se veszi, csak apró gesztusok. Egy picit itt lassítok, hogy a másik tudjon elmenni egy tállal, egy picit itt félreállok, egy picit ott mosolygok, picit ott odafigyelek, és ezek apró gesztusok azok, amik működtetik az életet. És az apró gesztusok azok, ami a pillanatról pillanatra a helyes cselekedetet tudják hozni az ember életébe, helyes helyzetfelismerés, helyes kapcsolatfelvétel és helyes cselekvés, és hát ennek sajnos a fordítottja is igaz. Az apró gesztusoknál kezdődnek azok a dolgok is, aminek a végén egyszer csak 1 milliárd euróra való rakétát szórunk le ismeretlenekre 10 perc alatt. Melyiket választjuk. Ez a Zen tábor, amire most eljöttetek, az már egy picit egy ilyen komolyabb randi. Ugye már ott alvós. Az egynapos zen az csak az, ígyunk meg egy kávét, és nézzük meg, hogy na, tudunk egyáltalán beszélgetni valamiről. Ez már azért, itt már van vacsora is. És itt már egy picit elmélyülhet az ember kapcsolata. Nehezen mondom azt, hogy zennel, mert talán már most kiderült számotokra, hogy nincs zen. Talán már most kiderült számotokra, hogy ezek az apró, tiszta pillanatok és azoknak megtartása, ebből épülhet fel az élet. Egyenként és közösen, egyszerre. És ez annyira borzasztóan egyszerű legtöbbször, hogy nem akarjuk észrevenni. Egyszerűen nem akarjuk észrevenni, mert arra lettünk nevelve, hogy okosak legyünk, hogy legyőzzünk valamit, hogy meghódítsunk valamit, hogy meg kell felelni valaminek. És hát nem arra neveltek, hogy jó van, ez a padló barna, az ég kék, hozzuk be az ételt, együk meg, utána menjünk ki a kertbe, dolgozzunk egy kicsit, mert valahol meg kell termelni a cuccot, és ezek így működhetnek. Ez a megfelelés talán egy nagyon fontos szó, mert a megfelelés, hogy mi felel meg minek. Amikor itt meg akarunk mi felelni valaminek, amit elvártunk, az általában
kudarcba fullad. Hogyha meg akarjuk feleltetni az ittenieket annak, amit elváltunk, az is általában kudarcba fullad. Ugye, tegnap előtt kérdezték tőlem, hogy lesz dharma beszéd? Mondtam, hogy lesz dharma beszéd szombaton. Ők már nincsenek itt. Miért kérdezték? Tehát miért csinálunk valamit, amit elkezdünk, és nem csináljuk végig, és akkor miért, hogyan gondoljuk, hogy ez a dolog működni fog? Mert irigykedni lehet arra a zenészre, aki virtuóz, arra a sziklamászóra, aki minden biztosítás nélkül megmászik hatalmas épületeket, sziklákat, de ugye az előéletűt is azért nézzük meg a dolgoknak, hogy általában rengeteg pillanatról pillanatra, napról napra önmeghaladó munka van benne, és tulajdonképpen azoknak az embereknek, akik ezeket a teljesítményeket úgymond szállítják, azoknak ez a dolog már nem csoda. És azért nem csoda, mert napról napra beletették az energiát. És minden gyakorlat ilyen. Hogyha napról napra beletesszük az energiát rendszeresen, akkor annak lesz valamilyen eredménye. És ha napról napra valami olyasmibe tesszük az energiát, amit mondjuk hosszú távon nem látunk át, akkor is lesz eredménye. Ugye csak egy példa a cigaretta. Lehet napról napra beletenni, rendszeresen, tényleg. De a végén talán egy másfél eredmény lesz, mint amit szeretnénk. És ezekkel szembesülünk itt egy ilyen nagyon laza, háromnapos zentábor során, hogy az apró dolgok, amik bennünk napról napra egyébként is működnek, azok néha, ha odafigyelünk, akkor meg tudják mutatni magukat a saját gyakorlatunk tükrében, azaz a saját tudatunk minőségének tükrében, és szerencsére a közösség által itt az egymás tükrében is. És ez egy nagyon hasznos gyakorlat tud lenni. De a megfelelés az mindig egy tisztább, tükörszerűbb tudat felé történik ebben a térben itt inkább. De tulajdonképpen nem is megfelelés, mert arra fele tendálunk, hogy nincs, ami megfeleljen. Ez minek felel meg? Mondhatnánk, hogy de nem mondjuk. Nagyon fontos az, hogy észrevegyük, hogy azok a dolgok, amiket a hétköznapokban szeretünk ösztönként emlegetni, hogy ösztönösen, hogy mi benned van, értékesítőknél például nézik, hogy bizonyos cégeknél, hogy benned van az a gyilkos ösztön. Mit mondunk ezzel, hogy benned van a gyilkos ösztön? Az, hogy van megfelelő látásod és intellektuális képzésed a megfelelő együttérzés nélkül. Mert hogyha nem megfelelő alapokra építjük a gyakorlatot, azaz nem tisztítjuk le eléggé a tudatunkat, akkor bizony adhat ez a gyakorlat egy olyasfajta kompetenciát, amit lehet rosszul használni. Ugye, ha kígyó issza meg a vizet, akkor méreg lesz belőle, ha tehén issza meg, akkor tej lesz belőle. Tehát nagyon fontos, hogy milyen alapokra helyezzük a gyakorlatot, és ehhez pedig a folyamatos elengedés szükséges. Nem a minősítés, hanem folyamatosan tisztítsuk a tükröt. Hát, ha egyszer csak tényleg meglátja, hogy az ég kék és a fűzöld, és ezért mondjuk, hogy az ég kék és a fűzöld, mert ezek talán még nem okoznak akkora verekedéseket így egymás között. Nem biztos, de talán. És ezekből a minimális dolgokból kiépülve, meg kiindulva talán fel lehet építeni egy olyan világot, ahol kevesebb a szenvedés,
mind saját magunk, mind embertársaink számára. No de, hogyha bárkinek valamiféle kérdése lenne ezekkel, vagy bármi mással kapcsolatban, akkor szívesen fogadom, és megpróbálok rájuk válaszolni. Hát akkor mindent elmondtam. Ugye az erkölcsi normák mások erkölcseinek a megváltoztatására a legnépszerűbb és ugyanakkor a legkevésbé hatékony módszer a prédikáció. Dharmabeszéd és prédikáció. Azonos vagy különböző? Kérdés valakitől? A nulladik napon említettél egy hasonlatot az én reszelésről, hogy reszelgessük az énünket. És azt szeretném kérdezni tőled, hogyha reszeljük, akkor mi marad a végén? Igazából csak a pillanat marad? Amikor egy ételbe a jó parmezánt belereszeljük, akkor mi marad a parmezánból? Hát reszelt parmezán. És ki tudod szedni a parmezán darabokat? Hát, ha úgy van, igen. Hát kémiai úton talán, hogyha... Na, de visszatérve, hogy mi marad, hát mi szeretnéd, hogy maradjon? Az én mindenféleképpen reszelődni fog. Tehát ha akarjuk, ha nem akarjuk. Az én az egy olyan szükséges dolog, aminek egy csecsemőre szüksége van ahhoz, hogy életben maradjon, különben azt mondaná, hogy mindenki elmehet a fenébe, ez az egész nem éri meg, amennyi szenvedés van az egész világban. Ezért muszáj egy kicsit ént építsünk, hogy fizikailag, gondolatilag, pszichikailag valamennyire egy darabig legalább tudjuk magunkat definiálni, hogy életben maradjunk. Különben nem érdekelne az egész, nem ennénk. És amikor egy idő után ez az én már kezd túlhabzani, akkor viszont már kezd kelepcévé válni. És mivel az életben maradás már általában megoldódik egy idő után, akkor az én összetéveszti ezeket az életben tartó ösztönöket az ő igazi szükségleteivel. És akkor azt mondja, hogy nekem még kell, még kell, még kell, csak akkor szeretlek, hogyha te is szeretsz, csak akkor hagylak életben, hogyha ugyanazt mondod, mint én, stb. Tehát szeretné az az én, hogy minden az én legyen. Ez egyértelmű, hogy a kisgyerek egocentrikus. Ugye, ami nem azt jelenti, hogy csak magára gondol, hanem csak saját magán fogja fel a világot a eleinte. Kivéve ugye Buddhát, aki mikor megszületett elvileg, 7 lépést tett, azonnal felemelte a kezét, és azt mondta, hogy égen és földön egyedül én vagyok szent. Mert vártam, hogy a kislányom, aki egy hónapja született, ilyet csinál, de nem csinált, szerencsére. Szóval, ugye a kisgyerek az meg általában egy jó darabig a felnőttek, és kicsit túl sokáig csak azt gondolják, hogy csak az van, ami az én. Tehát ugye, amikor a totyogó kisgyerek lenyúlja a másiknak a játékát, a másik meg elkezd ordítani, és a másik, aki lenyúlta, az csak nézi, hogy mi van? Hát nekem jó. Csak az számít, hogy én, és ez egy darabig egészséges, kénytelenek vagyunk így gondolkozni és érezni, de egy idő után már nem egészséges. Amikor csak én, csak nekem, csak az enyém átveszi a hatalmat az élet fölött, akkor pillanatról pillanatra szenvedést fog ez okozni nekünk is, hogy kielégítsük, és a környezetnek is, mert mindig a többi énnel főleg összeütközésbe kerülünk, és akkor nem tudunk egyszerűen működni, és így túlhavzunk. Ugye a rákos sejtek tulajdonképpen ez a túlnőtt énségek, amik azt gondolják, hogy ők az egész test. Nem veszik észre, hogy ők egy fontos része a testnek, de
hogyha csak ők vannak, akkor az úgy nem fog életben maradni. És az emberiség ez nagyjából ilyen, az énségek nagyjából így élnek manapság, hogy azt gondolják, hogy együttműködés nélkül lehet természettel való együttműködés nélkül, a földdel való együttműködés nélkül, egymással való együttműködés nélkül, az egyén, mint az egy én egyáltalán létezik, de főleg, hogy lehet boldog. És ez folyamatosan sérül, és ez az, ami reszelődik egy gyakorlat során, mert észrevesszük, hogy hát itt vannak szabályok, azért vannak a szabályok, hogy egy picit ez így alkalmazkodni tudjon. Azért vannak a többiek, hogy ugyanígy dörzsölődjenek ezek az énségek az énségeinkhez a gyakorlat által, és akkor ugyanígy szépen így tisztulgassanak. És amikor az ént kivesszük a dolgok, mivel rájunk, hogy az én, aki meg akart világosodni, tulajdonképpen soha nem létezett, és a megvilágosodás az még mindig is ott volt. És akkor készítünk egy parmezános tésztát, és megkínáljuk vele a többieket, akik meghajolnak, és jó ízűen elfogyasztjuk. Köszönöm szépen. Mit jelent pontosan a Szíszutának az a passzusa, hogy az öt szkanda üres? Hát pontosan nem tudom. A Szívszutra az mind arra szól, hogy ez sincs, de mindez a meghaladó tudatosságban időzvén látja. Ha nincs szem, fül, orr, nyelv, test és értelem, nincs szín, hang, szag, íz, tapintás és tudati folyamat. Tehát az öt szkanda, nincs érzés, érzékelés, nincs érzés, érzékelés, akarat és tudatosság. Tehát azok az érzékek, ezek a szkandák, amik által a világot érzékeljük. Tehát úgy a gondolkodás, mint a fogalmiság, mint a látás, hallás, tapintás, minden, ami minket eligazít a dualitás világában. Tehát ugye az, hogy te most látsz engem, én most látlak téged, az csak annak köszönhető, hogy a fény így megtörik rajtunk. Köztünk van egy csomó levegő, amit azt mondjuk, hogy levegőnek nézzük, azaz nem látjuk, de ott van. Tehát az öt szkanda üres az ennek a meghaladása, hogy ezek szükségesek, ezek a látás, hallás, tapintás, szaglás, érzés, érzékelés, stb. De alapvetően ezek már teremtett dolgok. És a teremtetlenség, a teremtés pillanatába visszatérve ezek még üresek. És a Szívszutra általában olyan dolgokat feszeget, hogy úgy mondjam. Tehát nem feszeget, hanem így elénk rak egy olyan verbális paradoxon halmazt, ami egy egész életre minket ellát mondjuk intellektuális feladattal, hogyha ezt intellektuálisan szeretnénk megoldani, de inkább arra próbál rádöbbenteni a szavak által, hogy a szavak is üresek. Mint ahogy minden művészet, legalábbis érzékelésem szerint, hogy most saját magamnak is a paradoxon halmazába belebotoljak. De minden művészet akkor válik igazán értékessé, amikor megpróbálja meghaladni önmagát, megpróbálja akár az addigi művészeteket, akár az addigi érzékeléseket meghaladni, akár növelni ezeket a percepciókat, az érzékeléseket, és rámutatni valahol a saját hiába valóságára, de ugye egyszerre mutatsz rá valaminek a hiába valóságára, és a rámutatás az mégsem hiába való. Ez olyan, mint hogy a holdra mutató ujjat ne tévesszük össze a holddal. De azért fontos, mint irány, azért segít. És a Szívszutra ilyesmiket szed össze így egy jó kis halmazba, és ezzel is próbál verbálisan vagy fogalmilag utat nyitni a fogalmiságon túli tapasztalás felé, ami nem elmondható, viszont tapasztalható. De legalább elvisz a küszöbig. Tehát elvisz a gondolkodás közül, hogy a mi ez küszöbéig, és ez a mi ez
na innentől már csak egyedül tudunk menni. De innentől meg már nem vagyunk egyedül, mert ugyanazok vagyunk. Köszönöm. Honnan van az, hogy mondjuk, ha valamiből belekezdünk, akkor én azt most feladom, vagy abba hagyom? Tehát, hogy ebbe ez egy olyan, ez a feladás vagy abba hagyás, hogy én ezt most belátom, hogy akkor ezt én mégsem kéne csinálnom, és... Mi a kérdés? Hogy most, hogy különböztetem meg azt, hogy én most ezt fel akarom adni, vagy abba akarom hagyni? Mi a különbség a kettő között? Szerintem feladni olyan, én akkor mondom azt, hogy valamit feladtam, hogyha valamit elvállaltam, és aztán azt mégsem teljesítem, azért, mert azt mondom, hogy ezt én mégsem tudom megcsinálni. Az abbahagyás az meg, nem tudom, az meg, amikor van valami, amit csinálok, és aztán ráébredek, hogy ezt inkább, hogy ezt mégsem kéne csinálnom. Tehát az egyik mögött mondjuk van egy vállalás, egy elköteleződés, amire végül is nemet mondok, a másik mögött meg nem tudom, a másik mögött meg egy ilyen, inkább egy ilyen belátás van. De hogy ezt mégis, hogy különböztetem meg, hogy mi. Hát, hogy különböztettem meg a pirosat a sárgától? Mikor odaérek, akkor meglátom. A stop lámpánál. Nagyon szeretnénk mindig általános szabályokat, általános támpontokat. Megint belecsúszunk egy olyasmi, hogy általános szabályok nagyon sokszor nincsenek, és ez egy általános szabály. Az viszont, hogy valamit eldöntünk ki, hogy megcsináljuk, hogy vállaljuk, az, és hogy feladjuk, vagy nem adjuk fel, vagy hogy abba hagyjuk, vagy nem hagyjuk abba. Pont a minap beszéltem egy barátommal, hogy miért szeretjük a Forrest Gump című filmet. Valószínűleg látta már mindenki, ha nem, akkor tudom ajánlani. Szóval ott van például, amikor neki olyan nagy lelki fájdalmai vannak, de nincs közötte egyébként okozat, csak egyszer csak elkezd futni. És fut, át Amerikán, vissza Amerikán, fut, és mindenki elkezdenek értelmet adni, hogy akkor én most azért fut, hogy meg azért fut, hogy mi. Különböző mozgalmak kezdenek kialakulni körülötte, és kérdezik is, de ő nem mond semmit, amitől ugye még titokzatosabb lesz, még inkább azt gondolják, hogy ő valamit igenis akar, aztán egyszer csak abba hagyja, megáll, és hazamegy. Akkor ez most mi volt? És én azért szeretem a Forrest Gumpot, mert ez a csak ilyen, ez a, amikor megszerzett tudás nélkül már teljes vagy, ez nagyon szépen megvan ott jelenítve művészetileg, hogy nem... Ő általában az ilyenséget, a helyzeteket, azokat csak úgy kezeli, mint ilyenség, és nem aggat rá különböző dolgokat, és éppen ezért legtöbbször, mivel alapvetően egy együttérző, szerető hozzáállás van benne, ha egy picit egyszerű is, valahogy mindig jósül neked, jó karmát termel, úgymond. Ez szépen belefér egy amerikai álomideába, de abban most nem mennék bele. Ami nekem a legjobban tetszik benne, amikor megtanítják ők pingpongozni, hogy azt mondják, hogy egy feladatod van, ezt a labdát üsd vissza. Tiszta. És üti vissza azt a labdát. Üti, és a végén nemzetközi, és ő csak üti vissza a labdát. Tehát ugyanúgy, mint ahogy itt, amikor elmondjuk, hogy ha leülünk, és ezt a technikát, vagy ezt csináljuk, ennyi a feladat, és nem több. Tehát nem kell az, hogy az így, akkor így üssük, vagy így. Nem. Üssük vissza a labdát, és csináljuk. Viszont, hogy egy picit ezt most visszatérjünk a kérdésedhez, hogy vállalások és nem vállalások, hogyha valamit elvállalunk, akkor érdemes azért azt
átlátni. Hogyha valami változik benne, akkor valószínűleg bennünk is változott, de nem fogjuk soha megtudni, hogy valami illetően jó döntést, vagy nem jó döntést hoztunk, hogy azt nem csináljuk végig. Tehát nem tudjuk meg, hogyha félúton abba hagyjuk. Ez kicsit olyan, hogyha eldöntjük, hogy futunk egy maratont, és lefutjuk a maratonnak a kétharmadát, azaz 30 valamennyi kilométert, jó sok szenvedés már az is, de a maraton nem futottuk le. Abba hagyjuk, megállunk, és akkor mivel maradunk? Egyrészt egy nem teljesült vállalással, másrészt egy időpocsékolás, vagy nem mondta, hogy időpocsékolásnak, de tulajdonképpen a tettnek csak a szenvedés részével találkozunk, és a beteljesülés részével már nem találkozunk. És soha nem fogjuk megtudni, hogy milyen lett volna lefutni tényleg egy maratont. Csak az, hogy valahol kétharmadánál mi feladtuk, vagy abba hagytuk. Tehát, hogyha már döntöttünk, akkor közben ne változtassunk irányt. Tehát, hogyha mindenki minden apró dolog arra biztat, hogy akkor van valaminek eredménye, hogyha van benne kitartóan beletett energia. És kitartóan beletett energiát pedig akkor lehet, hogyha tudjuk a figyelmünket összpontosítani kitartóan valamire. És ezt mondják a misztikusok, pszichológusok, a értékesítők, üzletmágusok, hogy a egyhegyű, hosszan koncentrált figyelem az mindig elér valamit. És ezt a figyelem csak annyira szét vagyunk szorva, hogy pillanatról pillanatra változtatjuk az irányt állandóan, és akkor olyanok vagyunk, mint az a legendabeli amerikai apuka, aki lement a zöldségére a boltba, és ez 10 éve történt meg. És a családja meg nem látja, nem tudja, hogy ki ő, és ő se tudja meg, hogy milyen a családja. Szóval figyeljünk oda arra, hogy miket vállalunk, és ha átlátjuk valamennyire, akkor általában olyat vállalunk eleve el, amit végig is viszünk. Ugye olyan dolgot csinálja, amiben van okot hinni, és legyen erőd ezt végigvinni. Azt hiszem, hogy nem válaszoltam meg a kérdésedet, de jobb nem jut eszembe. Én még nagyon kezdő vagyok ebben a tudatos figyelésben, néhány hónapja gyakorlom, és észrevettem magamon, hogy sokszor félelmet vetítek a jövőre, bizonyos dolgokra és szituációkra, ami csak a fejemben él, mint illúzió, és bebizonyosodik a számomra, hogy ez csak én vetítettem, tehát hogy ez nem létezik, és hogy erre hogy tudnék úgy odafigyelni, hogy ezt ne kreáljam, tehát hogy... Már megkreáltad. Köszönöm. Már el is törölted. Hol vannak most azok a félelmek? Most nincsenek. Na, hát így. Tehát maradjak a jelenben. Hát hol máshol maradhatnál? Értem. Jó, köszönöm. Ez, hogy maradj a jelenben, ez tényleg annyira divatos lett, és annyira biflázunk, hogy tényleg már én is kicsit már szorongok szinte erről beszélni, mert félek, hogy mi lesz, ha túl sokat beszélek a jelenről. Már a múltkor is már elég volt a jelenről beszélni. Hát mi van? Szóval tényleg annyira, hogy légy jelen, és ez körülbelül olyan, mint hogy légy önmagad. Harcolj a békéért. Ezek mi hülyeségek, remélem érzékeljük ezzel. Hogy valaki azt mondja, hogy légy önmagad, főleg, hogyha még üdítő márkát is mellé tesz. De valamiért elhisszük ezeket, mert akkor légy jelen, ez mostanában nagyon dívik, és hát nem véletlenül, általában azért a slang mögött, meg a közhelyek mögött valahol ott van egy nagyon mély felismerés,
csak úgy felhígul sokszor. És ezt a jelenlétet pedig, ezt akarni nem lehet, mert az akarat az pillanatról pillanatra akarni, az ugye összekavarja egy kicsit a jelenlét. Akarni lehet megteremteni azt, hogy ez a jelenlét érzet megszülessen, ugye. Meditálni nem lehet akarni, nem lehet akarni aludni, nem lehet akarni szeretni, de az akaratta bizonyos dolgokat azért csak el tudunk dönteni. És ezeket elég, hogyha megcsináljuk, és akkor a jelenlét, mint tapasztalat, akkor az előbb-utóbb tisztul valamelyest. És nagyon nagy csapdán, nagyon nagy bajban vagyunk mindig, amikor a jelenlétről kell beszélni, mert eleve, mire odaér az én hangom rezgése hozzád, az már nem az, amit én kimondtam. Mire megfogalmazom, már nem az. Mire egyáltalán kigondolom, már nem az. És akkor ez az, amikor kérdezik, hogy mi ez, mi ez, mi ez, mi ez. De ez a mi ez, ez pontosan egy jelenlét. Tehát, hogy úgy nézel a dolgokra, egy olyan friss szemmel, mint azok most először történnének meg, bizonyos fenntartásokkal ugye azért láttunk már zebrát, meg ilyesmi. Mármint, hogy átjáróra gondoltam, más zebrát is láttunk általában. Szóval a jelenlétet nem, hogy hogyan tartsa meg a jelenlétet. Ne várd meg azt, hogy egy sok hatás váltsa ki ezt a jelenlétetben, ha lehetséges. Mert az, hogy ezt mutatjuk, hogy amikor ezt hallod, akkor abban a pillanatban nincs jelen, nincs jövő, nincs múlt, nincs jó, nincs rossz. Elvágjuk az időt, elvágjuk a gondolatot. Azért használjuk ezt folyamatosan, hogy lehetőleg elkerüljük azt, hogy ezt az ütést valahol a karma mérje rád. És akkor nagyon-nagyon nehéz lesz már fel. Nem mindig, de sokszor azért hosszabban gyógyul odakinn ez a dolog. Hogyha ugye arra gondolsz, hogy ó, holnap bejó lesz, és közben meg belemész a fába, a kocsival, mert nem voltál ott. Megesik, tehát nagyon-nagyon könnyű elgondolkozni. Ugye. Tehát azt csináld, amit csinálsz, ezt mondjuk, amit csinálsz, azt viszont csináld teljes odaadással és teljes energiával, és ezért kekeszkedünk annyit egyébként itt a zen templomban azzal, hogy amikor eszel, akkor ne csörögjön a tányér, amikor leteszed az edényeket, akkor a kanál álljon szépen mindig a Buddha felé, amikor formális étkezésnél, amikor a vizet felajánljuk, az legyen tiszta. Tehát mindezek ilyen apró dolgok, amiket, hogyha egy nagyon erős, énséges és nagyon ütköző és lázadó magatartással kezelsz, akkor kibírhatatlan. Mert azt mondod, hogy ezek hülyék, most mit kötnek bele abba, hogy csörög a tányér? Úgy eszek, ahogy akarok. Nekem nem mondja meg senki. De ha nekem nem mondja meg senki, akkor valószínűleg, hogy egyszer csak valaki ugyanilyennel találkozik, ez mindig az jut eszembe, amikor vannak az úton, akik minden előzésbe belemennek kocsival, és sajnos nagyon sokszor bejön nekik, de hogyha találkoznak egy ugyanilyennel, aki ugyanígy előz, mint ők, hogy nem látják be, ott akkor nagy a csattanás azért. Szóval az énséget, azt ilyen apró dolgokkal ezt tisztítjuk, és a jelenlétet, hogy azt, amit csinálsz, azt tedd tökéletes odafigyeléssel, és akkor minden oké. Hogyha az a felajánlott víz tiszta, minden oké. De ha nem tiszta, az is oké, de legalább látod, és következőkor jobban oda tudsz figyelni. És ilyen apró dolgokra, hogyha odafigyelsz, akkor kinti élet, mert én nem szeretem azt mondani, hogy kinti élet, mert mi az benti élet, kinti élet. Tehát ugyanúgy ez is élet, meg az is élet. Kell tenni, ami van, kell tenni a dolgodat, és kész. És ezt lehetőleg úgy, hogy azt csinálod, ami van. Beszélhetnék még rengeteget, de már így is túl sokat beszéltem erről a jelenlétről. Üthetem már magam meg 30-szor. Köszönöm. Egyrészt van egy nagyon erős ilyen kontrolláló múltam, hogy mindig mindent
az irányításom alatt akartam, és mostanában meg néha az az érzésem, hogy még a gyakorlatot is elengedem, tehát hogy mintha nem állandóan figyelném és követném, hanem úgy mintha belelazulnék. És visszatérően elbizonytalanítom magam, hogy akkor ez most így hogy van. És akkor próbálom ezt is elengedni, de elég ilyen végtelen ciklusba tudom futtatni magam ezzel egy kicsit. Te hogy látod ezt? Hát én találkoztam már veled jó néhányszor így a templomban, templomon kívül, és azt, hogy hogyan viszonyulsz a szabályokhoz, abból is volt néhányszor már tapasztalatom. És a szabályokkal az van, hogy jó játékhoz kellenek a szabályok. Tehát akkor tudunk jól játszani, hogyha ismerjük a szabályokat, és azt akkor kölcsönösen betartjuk. Ha nincsenek meg ezek a szabályok, akkor nincs játék sem. De eleve már, hogy megszülettünk, ott már megvannak a szabályok, tehát érdemes ezekre odafigyelni. Hát alapvetően mindig próbáljuk egy kicsit így felrúgni ezeket a dolgokat. Megpróbáljuk a formákat egy kicsit szétfeszíteni, de nem mindegy, hogy melyik formákat feszítjük szét, és melyik formákat tartjuk tiszteletben. És ennek a megkülönböztetése nagyon fontos, mert ez akár életek is múlhatnak ezen, hogy melyik az a forma, amit betartunk, és melyik, amit nem tartunk be. És például a gyerekeknél is, hogy a gyerekek folyamatosan meg akarják törni a formákat, viszont hogyha nem kapják meg a határokat, akkor meg elkezdenek rettegni. Pontosan ettől a határtalanságtól, mert nem érzik magukat, maguk körül azt a támasztékot, ezt a támaszfalat, hogy itt van valami, ami nekik biztonságot nyújt. Tehát, sokszor a lázadás mögött ez is van, hogy tudsz-e, vagy-e te annyira erős, hogy nekem biztosíts egy ilyen határt, és be tudod-e velem tartatni. Mert különben nem érzem magam biztonságban veled, hogyha nem tudod betartatni velem ezt a szabályt. És az általában a formákra így igaz szokott lenni, hogy a formát először meg kell találni, tehát érdemes használni a hasznos formákat azért, hogy működni tudjunk, és ezt meg akkor tudunk még jobban működni, amikor ezeket a formákat meghaladtuk. De a formákat nem lehet meghaladni az előtt, hogy a formákat először elfogadtad volna. És ez szerintem sokszor a hibája a lázadásnak. Meg a művészeti irányzatoknak is, amikor azt mondom, hogy én posztmodern vagyok, vagy hogy én egyből úgy fogok festeni, akkor én leszek az új Picasso. Jó, oké, hogy Picasso festett így meg úgy, de mielőtt úgy festett volna, tudott ő egy rendesen és egy almát festeni, csak azt mondta, hogy ezt meghaladja. És ugyanúgy van ugye mondjuk, hogy a nem tudó tudatot próbáljuk megtartani, és a nem tudó tudat az úgy mindenre úgy néz rá, mint ha most látna először. De éppen amikor errefele jöttem, a rádiót hallgattam, és ott beszéltek egy ilyen szintekről, egy valami teljesen másnak a kapcsán, hogy a nem tudom, van amikor először nem tudom, hogy nem tudom, aztán meg már tudom, hogy nem tudom, aztán meg akkor nem tudom, hogy tudom, vagyis az az utolsó, hogy nem tudom, hogy tudom. Tudom, hogy tudom, és utána nem tudom, hogy tudom. És amikor a nem tudom, hogy tudom, ez az, amikor azonnal jó akkordot fogok le, amikor kell, azonnal azt csinálom, amit kell. De amögött megint ott van egy olyan forma gyakorlat, ami ugye bizonyos tradíciókon keresztül már elérkezett hozzánk. És éppen ezért amellett, hogy az ember mindig is a szabadságra törekszik, meg van egy ilyen benne, hogy már pedig a szabadság felé akarok menni, érdemes ezt a szabadság
kényszerszerűségét is felismerni néha, hogy a szabadság is kényszer tud lenni. És hogyha kivesszük belőle ezt a szabadság akaratot, akkor az talán sokszor nagyobb szabadság, mint maga az a kényszerszerű szabadság, amit mi hajtottunk már gyerekkorunk óta, mert egyszer nem engedtek el addig játszani, ameddig szerettünk volna. Bennem van egy zavar, sokszor mondod, hogy tiszta tudat, de én nem teljesen értem, hogy most itt miről beszélünk. Én ezt nem tudom elhinni, hogy amikor azt hallom, hogy te már az vagy, hogy már nem kell mire törekedni. Valahogy ennek van közelhez a tiszta tudathoz, de az én fejemben ezzel kapcsolatban elég nagy zűrzavar van. Milyen színű a padló? Barna. Már tiszta a tudatod. Egyéb kérdés? Amikor tavasszal itt jártam, akkor nyitott ajtóknál gyakoroltunk, és főleg a hajnali órákban nagyon csicseregtek a madarak, és ezért ez úgy adta magát, hogy a térés hangfigyelés lesz a gyakorlatom. És most, hogy eljöttem újra, nagyon nagy volt a csönd itt a dharmateremben, és a mihez kérdést tettem föl, és átértem erre, és gondoltam, hogy amíg itt vagyok, addig mindenképp ki is tartok ennél a kérdésnél. Viszont tényleg ilyen egészen extrém dolgok jöttek, mint hogyha az elmém tényleg azon dolgozna nagyon intenzíven, hogy el tudjon téríteni a gyakorlatomtól. Amikor elvittek a gondolatok, akkor nem volt fájdalom, mikor pedig visszatértem, akkor mintha egy belém hasítottak volna egy kést. És a kérdés az lenne, hogy hogyan folytassam a gyakorlatomat. Mivel? Hát ugye, itt van az ősz, itt van újra. Hallgatjuk a fák lehulló levelének halkneszét, vagy lágyneszét? Merjünk Petőfi Sándorok lenni, de azért kicsit éljünk tovább. Illetve ki tudja. Az, hogy itt te mit tapasztalsz, mi az érzet, az tulajdonképpen a te saját privát ügyed. Ez, nem azt mondom, hogy baj, hogy elmondtad ezeket, amiket mondtál. Csak azt akarom mondani, hogy ezek valószínűleg, ha még jössz vissza, azt hiszem másodszor voltál itt, ugye? Harmadszor is más lesz, negyedszer is más lesz, és ha 10 éven keresztül jössz, akkor is mindig más lesz, sőt, üléseken belül is más lesz, és különböző napokon szintén más lesz. Szóval, ha tudod, hogy mi a gyakorlat, és eldöntötted, hogy mit végzel, azt mondod, hogy mi ezt kérdéssel dolgozol, az teljesen rendben van. Hogyha ez ilyen nagyobb, tömbösebb darabokat hasogat le, és animál a karmádból, akkor lehet, hogy még ezt egy picit meg lehetne fejelni egy kis leborulással, meg énekléssel. Úgy tudom, az énekléssel nincs problémád, leborulással nem tudom, mert úgy látszik, hogy egy picit úgy, mint amikor fúrunk ugye a földbe, és különböző rétegeken keresztül fúrunk, és egyszer csak lehet, hogy elérünk egy olyan helyet, ahonnan durvább cuccok budjannak elő, de ugye még mindig nem azt keressük, tehát kell tovább fúrni, de attól azzal még valamit kell csinálni. Szóval ne lepődj meg, hogy bármi előjöhet itt a gyakorlatok során, viszont semmire ne kattanj rá. Tehát nyugodtan haladj tovább, ne higgyél semmit, amit itt az mindenféle lerakódások itt művelnek veled. Azért jöttél ide, hogy ezekre tudj rálátni. Nézd meg azt, ami ezeket teremti, ami ezekre rálát. És az, hogy most dinoszauruszok, vagy éppen kis fehér angoranyuszik bújnak elő a padlóból, vagy éppen semmi, az teljesen mindegy. Ha végzed a gyakorlatot, az már akkor már jó. Csak végezd. Do it. Just do it. Az már úgy elég. Dönts, tehát tedd le magad az egyik gyakorlatnál, és az amellett azért tarts ki.
Jobbat nem tudok. És akkor ez lehet a nehezebb? Ne hozz létre nehezet. Ez is ilyen lólopó szövegnek tűnhet, hogy ne hozz létre nehezet. Akár csak a szívszutra. Igen. Nem tudom, hogy erre fele mennyire dívik ez a gyerekkoromban mondtuk, hogyha valamilyen kétes szöveget, hogy hagyjuk a lólopó szöveget. Szóval, de ez, hogy ne hozz létre nehezet, ez különösen ülés közben nagyon-nagyon tud segíteni néha, amikor úgy érzed, hogy belehalsz az egészbe. De akkor feltett a kérdés, hogy mi ez? Mi ez, ami azt mondja bennem, ez a most a fájdalom, és én azonos vagy különböző. Mi ez? És ezzel, hogyha már oda teszünk egy kis figyelmet, és a figyelő egy picit távolságba helyezkedik az egésztől, akkor már rögtön nem olyan nehéz az egész. De erről dumálni könnyebb, mint csinálni. Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogy a gyakorlat során én a mantrát próbáltam, és hogy abban lehet-e olyat, vagy érdemes-e, hogy cserélek másik mantrát egy rövid időn belül. Mondjuk, ha pár napig ez eggyel dolgoztam, akkor érdemes-e másikkal folytatni, vagy ez mindig maradjon hosszabb távon? Maradjon. Inkább maradjon. Hogyha nagyon változtatni akarsz, akkor meg lehetőleg valakivel egyeztes ezt illetően, aki a gyakorlatodat egy picit átlátja, vagy felügyeli. Tehát önkényesen ne nagyon cserélgesd a mantrákat, és főleg ne gyakran. Az nem azt jelenti, hogy most egy mantrát sem gondolhatsz, vagy mondhatsz azon kívül, amit használsz, tehát persze van ott ezerféle mantra, de meg ahogyha letetted a voksod egy mantra mellett, amivel gyakorolsz, akkor tarts ki mellette. És akár csak a technikát, hogyha letett egy technika mellett a voksod, akkor tarts ki mellette, mert már megint a fúró hasonlat, hogy inkább fúrjunk egy 200 méteres kutat, ahol 200 méteren van víz, mint 350 métereset, és akkor még mindig nem történt semmi. És akkor azt mondjuk, hogy az egésznek semmi értelme. Mindig van egy pont, ahol az egésznek nincs semmi értelme. Ezt tudjuk a csillagok háborújából. Is. Köszönöm. Tegnap elkezdtem volna jegyzetelni, és mondtad, hogy ne. Javasoltam. És én elfogadtam a javaslatodat. De nem értem, hogy miért nem szabad jegyzetelni, hogyha valami olyan dolog jön, amire már nagyon régóta vágysz, hogy már megszülessen. És attól félsz, hogy elfelejted, ha kilépsz innen. Valószínűleg visszajön. Ez ismerős számomra is, mert főleg intenzív héten van ez, hogy nagyon sok kreatív dolog tud az ember eszébe jutni, és minden. Egy picit ezen elgondolkodottam, Vörös Marti volt az, aki azt érezte, hogy azt álmodta, hogy megírta a világ legtökéletesebb versét, és hatalmas siker volt, és akkor felkelt, és éjjel ezt gyorsan leírta magának ezt a gondolatot, és akkor, amikor felkelt, akkor már nem tudom mondani, valami ilyesmi volt, hogy Kejfej Jancsi, vagy János bácsi ég a ház, vagy valami ilyesmi volt a vers, mert nem tudom pontosan. Azért mondtam, hogy ne jegyzetelj, mert ilyenkor nagyon-nagyon eleve nagyon túltelítettek vagyunk intellektuálisan. És eleve nagyon sok mindent azonosítunk az elképzeléseinkkel, a róla alkotott gondolatainkkal, az abstrakcióinkkal. Ahogy Csongrád Szuni mondani szokta, hogy meg akarjuk enni az étlapot, az étel helyett. És itt pedig próbálunk visszatérni oda, honnan az ételek születnek. Na de hogy visszatér, hogy miért ne jegyzeteljünk, azért, mert hogyha valami előjön, és rátapadunk, akkor azzal elkezdünk azonosulni. És ilyenkor nagyon sok minden előjöhet, amikor gyakorolunk, és ezeket nem engedjük el, akkor ezt a tisztulási folyamatot ezt akadályozzuk. Éppen azért, mert megtetszik, és
azonosulunk vele. Ez olyan, mint a többféle mesében is létezik ez a hasonlat, hogy mondjuk a magyar népmesékben a tátos paripa, az mindig az a legkoszosabb, legsoványabb, legganyéban fuldoklóbb kis csikó, akivel senki nem törődik, és azt kell kiválasztani, és az elé kell a parazsat önteni, különben nem lesz tátos paripa belőle. Az Aladdinban pedig minden kincset, minden félét, amit körülvesz, azt kell ignorálni, és az egyszerű, kicsi, szürke lámpa, azt kell kihozni a föld alól. És ezek az intellektuális kis csemegek, ezek ilyen eltérítő dolgok, mert nagyon szép és nagyon tetszetős, de nem ezt keressük. Hogyha neked olyan a munkád, vagy olyan az életed, ahol ezt egyébként használod, hogyha itt ezt nem, erre nem tapadsz rá, akkor többet fog használni, valószínűleg ezt tapasztalatból úgy látom, hogy többet fog kint használni az, hogy itt nem jegyzeteltél, mint hogyha jegyzeteltél volna. Hogyha kell, akkor vissza fog térni, ha nem kell, akkor meg jön másik helyette. Tehát inkább tisztítsuk a forrást, és majd akkor tudunk belőle táplálkozni. Még csak egy kérdésem lenne ehhez kapcsolódóan, aztán. Tehát amikor a nulladik napon említetted a tantérmel kapcsolatban az intuíció szót is használtad. Használtam, igen. És én azt gondoltam erről, hogy ez pont nem agyalásból jött, hanem hogy pont az intuícióból. És hogy ezért fontos. De csak ezt gondoltam. Gyere még gyakorolni, gyere Kohn interjúra, és ott majd még csiszolgathatjuk az intuíciót. Ezt azért mondom, az intuíció az is egy nagyon divatos szó mostanában, és én is nagyon szeretem, de megint arról van szó, hogy az intuíció, mit nevezünk intuíciónak, mihelyest elkezdjük elnevezni, már egy picit gyanús kezd lenni a dolog. A működését nagyon nehéz tetten érni, azért, mert intuíció, és úgymond a térből jön, a semmiből. Tehát nincs feltétlenül asszociatív közeg, aminek hatására az intuíció előjön. És éppen ezért, amit tehetünk érte, hogy tisztítjuk a teret. Tehát azt a közeget, hogy meglegyen az a tér, ahol ez elő tud jönni, meg tud mutatkozni, és rá tudunk látni. És ami a legfontosabb, hogy nem keverjük össze mondjuk a saját vágyainkkal, saját elképzeléseinkkel, saját téveszméinkkel. És ahhoz, hogy ez ne... Mihelyest azt gondolod, hogy Isten beszélt hozzád, nagyon-nagyon gyanakodj. És tér vissza ide. Mert nem tudod, hogy mit nevezel annak, hogy Isten beszél hozzád. Most függetlenül attól, hogy ki miben hisz. Tehát térjünk vissza, az egyszerű, térjünk vissza mindig az elé, és akkor a működés jobban letisztul, a jel jobban elkülönül az zajtól, de az elején még azért nagyon szeretnénk, hogy sok zaj inkább jel legyen, és ez ilyen önáltatáshoz és néha akár dharma balesetekhez is vezethet. Mikor lehet menni Kohn interjúra? Hétfő este Budapesten például. Andrássy út 34, azt hiszem. The Shift egyébként táncterem, de mikor ott vagyunk, akkor dharmateremként funkcionáló. Minden hétfőn gyakorlat van, ülőgyakorlatokat is folytatunk, és akkor szoktak lenni Kohn interjúk is. Egyéb iránt pedig itt most kezdődik a Kjolce, ami november 27-től tart, azt hiszem február elejéig, elsőig, február végéig, igen. Na szóval ez 90 nap remek alkalom, hogy bármelyik nap ide eljöjj, legalább 3 napra, és akkor legalább egy Kohn interjúba bele fogsz futni, de az is lehet, hogy 2-be. Hogyha még mindig nem elég, akkor az elvonulásokon, tehát a haladó elvonulásokon, vagy a középhaladó elvonulásokon is szokott Kohn interjú lenni. Egyébként szinte volt itt is most, de aztán úgy döntöttem, hogy inkább most.
Ugye Kuan interjú az akkor érdemes Kuan interjúra bemenni, amikor egy picit gyakoroltunk is, egy picit már így kezdünk szagot fogni, úgymond. Ugye, mielőtt nem tudunk biciklizni, ne versenyezzünk lehetőleg. De rengeteg lehetőség van Kuan interjún részt venni. Csak kutogatni kell egy kicsit a templom téren. Köszönöm szépen. Nekem olyan kérdésem van itt a gyakorlatokkal kapcsolatban. Hogyha ezeket végezzük, akkor ugye szép lassan letisztítja meg, lecsitítja az elmét, hogy jobban tudjunk a jelenben lenni. Viszont nekem annyira elborítanak a gondolatok, hogy nagyon nehéz kitalálni belőle, és azt veszem észre így utólag sajnos, hogy sokat bántok másokat is, amikor így elborítanak ezek. Hogy van-e esetleg valami időzében gyorsabb megoldás, hogy ezeket le lehessen tisztítani? Hát az elektrosokk, az a szálakakuk fészkéréből kiindulva, de azt nem ajánlanám. Hát láttam, hogy többször is beszéltél mobilon. Az akkor kinek a döntése volt? A tied, vagy valaki másé? Az én döntésem volt. Ugyanígy az, a te döntésed az is, hogy végzed-e a gyakorlatot. Hogyha úgy érzed, hogy tényleg intellektuálisan túl vagy töltve, akkor mondjuk a leborulás az segíthet, vagy egyébként bármiféle fizikai tevékenység, kicsit hangsúlyozottabban fizikai tevékenység. Ahogy elnézem, te elég sokat töltesz, gondolom, számítógép előtt, meg ilyesmi. Ezeket mindig jól ellensúlyozza valami, aminek látod a konkrét eredményét, hogy egy lapát főd, két lapát főd, ilyesmi, ez olyan megnyugtatóan tud hatni az elmére, és még haszna is van. De a gyakorlaton belül ugye a leborulás az egy ilyen fizikai dolog, ami jobban segíti egy picit ezt a energetikai körforgás, hogy ne itt legyen minden a fejben, hanem egy picit ez induljon be ez a körforgás, és akkor le tudjuk vinni jobban tantienbe. Tehát azt tudom ajánlani, hogy akkor ha ez ennyire durva, akkor iktasd be rendszeres leborulásokat naponta. És hány leborulás? Mert hallottam a 21, 108. Hát a 108-al úgy, az már úgy elég egészséges, de 21, és a lényeg, hogy leborulásba amennyit csinálsz, azt rendszeresen csináld, és lehetőleg tedd bele az energiát, tehát ne torna gyakorlat legyen, hanem amikor leborulsz, és a homlokod eléri a padlót, akkor tényleg csak arra figyelj, hogy te, mint te, egy pillanatra így megszűnsz. És persze emellé még jöhetnek be gondolatok, mert ja, megszűntem. Ugye a gondolatok azért állandóan betüremkednek, mert ettől van valamiféle ilyen mű dolognak, amit mi magunknak gondolunk. Ez ettől, ha nincs folyamatos energetikai fenntartás mögötte, akkor az úgy érzi, hogy ő megszűnik, és akkor ez halál, és akkor ez jaj. És ezért így küzd is, ezért van, kényszeresen állandóan gondolkodnunk kell, hogy úgy érezzük, hogy vagyunk, mert ezzel azonosítottuk magunkat. Na hát boruljunk le többször, és úgy, hogy ez az egész próbálj meg elveszni, nem fog valószínűleg az első leborulásnál, de ha sikerül az, akkor az is oké. Tehát legyen teljes csend, figyeljünk csak a fizikai dologra, itt is van mire figyelni, tehát mindig valami másra, hogyha van mire figyelned, akkor az mindig segít azzal szemben, ami kényszeres és önkéntelen. Tehát ezért van az, hogy minden meditációs technika mögött, meditáció mögött van egy technika, ami elmondja neked, hogy mit csinálj, de nem azért, mert az a meditáció, hanem az támpontot ad ahhoz, hogy visszatér valahova, ami akadályozza a meditációt. Tehát visszatér itt a leborulásnál, pont visszatér valahova egy énség előtti állapotba. És akkor talán ezek jobban tisztulnak, ezek a rütyütyük, amik pillanatról pillanatra próbálják így tőlünk függetlenül sokszor irányítani a létezésünket és a körülöttünk lévő dolgokat is. Rendben, köszönöm.
Én nagyon kezdő vagyok, és ugye mondtam az első nap, hogy én egy kicsit ilyen komfortzónát jöttem feszegetni, mert én is eléggé az egóm fogja vagyok, és első két nap zsigeri szinten minden porcikám tiltakozott minden ellen, és ma reggel úgy ébredtem viszont, hogy tehát mint hogyha egy kicsit olyan tehát én magamon is megcsodálkoztam, hogy valahogy máshogy léptem be ide a dharmaterembe, és ma délután volt egy nagyon-nagyon jó meditációm, és ez kicsit úgy fel is villanyozott, és az lenne a kérdésem, hogy ugye holnap hazamegyünk, és hogy ezt a fajta lelkesedést, ezt hogy lehet magunkkal vinni. Tehát, hogy hazamegyek, és akkor megint beállok a verklibe, és akkor... A verklibe? Hát igen, én abba állok. És tehát, hogy ezt hogy tudom, tehát hogy mit javasolsz, mi lenne az a motiváció? Nyilván ehhez én is kellek, ezzel tisztában vagyok. Pont de én hogy... nem kell lehet. Igen, csak hogy mi az, amit egy kezdő úgy hazavihet innen, és akkor így a mindennapjaiba így beépíthet. Tehát, hogy kezdjünk el énekelni, hányszor kell naponta meditálni. Tehát, hogy van-e valami ilyen dolog, vagy praktika? Hát először is maradj mindig kezdő. Jó. Ez nagyon fontos. Tényleg ez a kezdőszellem, ez pótolhatatlan, a pillanatról pillanatra ez megmaradjon. Nagyon örülök, hogy így a napok alatt. Ezért jó, hogy legalább 2-3 napra idejönni, mert ezt a folyamatot, ezt most így utólag már valamennyire rálátod. El fog múlni ez is, nem baj, de látod, hogy egy picit legalább egy szikrát, hogyha ebből megtapasztalsz, akkor legalább már van irány, mint amikor így meglátsz egy ilyen valahol messze is egy világítótorony, de tudod akkor, hogy legalább, hogy van világítótorony, és nem csak össze-vissza csatangolsz puszta és sötét és hideg és hullámzó tengeren. Na de, visszatérve a kérdésedhez, ha úgy érzed, hogy ez a gyakorlat ez segít, akkor építsd be a mindennapjaidba egy olyan szinten, ahogy azt te megengedheted magadnak. Most hiába mondom neked, hogy napi 300 leborulás, mert azt valószínűleg nem tudom, hogy térded, hogy van, vagy mennyi időd van. Szóval amennyit tudsz, lehetőleg legyen egy kis leborulás része, egy kis éneklés része, és egy kis ülés része. Hogyha valamelyik hiányzik, vagy valamelyik nem, akkor az se baj. A lényeg, hogy csináld, valamit csinálj, és rendszeresen csináld. Mm-hmm. Tehát a rendszerességet azt általában nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ez olyan, mint hogyha, mit tudom én tavaly már mostam sokszor fogat. Ettől még ma fogok. Mert a tavalyi, oké, hogy valamit használt akkor, hogy talán de ezt napról napra nem csinálom, akkor úgy lesznek problémák. Ez a gyakorlás is általában ilyen, hogy érdemes fenntartani valamilyen rendszerességgel. Hát az ülést mondjuk lehetőleg, én nem szoktam azt mondani, hogy fél óra alá vigyük. Tehát legalább egy fél óra legyen. Hogyha nagyon, akkor 20 perc, de inkább fél óra. De ha lehet, akkor legyen 50 perc. 50 perc egy olyan egység, ahol már egy ilyen kis hullámvölgy általában bekövetkezik, és a kis hullámvölgy pedig arra jó, hogy egy picit még jobban rá tud látni az ember a saját teremtő mi voltára, hogy ezeket kezelni tudja, mint hogy nagyon jó az is néha, hogyha elkezd fájni valamin közben. Egy kicsit, nem nagyon, mert hogyha már nem tudunk létezni, ez nem oké. De egy kicsit fáj, akkor annak ilyen hatása van, hogy vissza tudunk térni ide, és akkor oda tudunk figyelni, és összekötjük a lélegzettel, és segíti tulajdonképpen a gyakorlatunkat. Szóval summa summarum, legyen egy mondjuk 3 leborulás például, egy félórás ülés, meg egy magyar szívszrutra, egy nagy dáráni, például ez egy teljesen jó kombó, és ez belefér egy 40 percbe körülbelül. És ezt, hogyha meg tudod reggel, délbe, este, vagy reggel, este, vagy csak reggel csinálni, az teljesen oké. És a másik lényeg, hogy ne tehát azt mondod, hogy visszatérsz a verklibe. Hát a verkli az ugyanúgy része a dolgoknak, mint bármi más. Ne hozzunk létre ilyet, hogy akkor itt ez most ez itt egy ilyen... Oké, hogy egy picit spécibb hely,
kicsit laboratóriumi hely, így lelkileg, de ugyanaz van itt is, mint máshol, mindig az történik, amit mi válaszolunk a világra. És itt csak azért más egy picit így begyorsulnak a dolgok, mert picit jobban rálátunk arra, hogy mi hogyan válaszolunk a világra, hogyan teremtjük az egész véleményeink által, vágyaink által, averzióink által az egész dolgot, amit hajlamosak vagyunk a külvilágot hibáztatni, vagy akár áldani is érte. És éppen ezért azt nem vesztük ki, itt jobban rá tudunk látni, éppen ezért egy picit ez így mint egy lefolyó, hogy elkezdjön így több dolog előjön, sokszor ez picit nehezebb elviselni. Amikor úgymond hétköznapokat éljük, akkor pedig ezek ugyanúgy működnek, csak nem feltétlenül látunk már a rutin miatt, a verkli miatt annyira rá. De hogyha egy kicsit a gyakorlatot ugye kivisszük már a lépteinkbe, kivisszük már a hétköznapjainkba, akkor ugyanúgy az abból a verkliből is remek gyakorlat keletkezhet, és akkor már mindjárt nem verkli. Mert ugye akkor azért verkli, mert te létrehoztál egy verklit. Erre mondják, hogy ne hozd létre verklit, ez egy csodálatos hangszert, és játsz rajta pillanatról pillanatra. És ez azért érdekes, mert a rutinban ez pont ugyanúgy meglehetett. Minden zenész tudja azt, hogy kétszer ugyanúgy nem lehet eljátszani egy bármit, és ezt színészek egyébként mindenki tudja, hogy semmit nem lehet, hogy ez a kétszer ugyanabban a folyóban nem lehet beleérni, tehát nincs is folyó. Szóval ez a pillanatról pillanatra, ez meghozhat egy olyan frissességet a hétköznapokban, amikor nem lesz vertés, hogyha meg azt mondod, hogy verkli, annyira verkli, akkor azt mondod, hogy nem feltétlenül azonosulsz vele annyira, hogy ezt akkor tovább csináld. De a lényeg, hogy abból is bármiből gyakorlatot lehet csinálni, és ez a lényeg, hogy a hétköznapok legyenek gyakorlattal teljesek, és a hétköznapokban segítsünk minél több embernek azáltal, hogy magunknak is segítünk, és az apró gesztusokkal, amiről beszéltünk, és az apró dolgokkal, az apró figyelmességekkel, és az apró belátásokkal segítsünk saját magunknak is elérni a felébredést, és minden érző lénynek ezáltal. És erről pillanatról pillanatra törekedjünk. Gyakran mondjuk azt, hogy szenvedek attól, hogy mondjuk tegnap nem figyeltem oda valamire. Ma már reggel kicsit tudatosabban megyek, és amit tegnap elindítottam, azzal a figyelmetlenséggel kapok ma egy olyan pofont, hogy ez a kibillent, tehát így nem tudom feldolgozni azt a helyzetet, hogy itt is a gyakorlatnak a fenntartása és ez a tantien fókusz az, ami segít átbillenteni ezen a múltbeli hullámokon, amiket így megkapok. Mi a kérdés? Hát a múltbeli figyelmetlenségeket hogyan lehet a legkönnyebben kezelni, vagy úgy, hogy most figyelsz. Értem. Köszönöm. Tapasztalom munkahelyemen, párkapcsolatban, a családban is, hogy vannak olyan emberek ezekben a karmákban, akiknek sok por van a szemükben, és sok szenvedést kreálnak magukban, és a környezetükben is. És hogyan tudok nekik segíteni, hogyha nem hajlandóak látni, és hogyha próbálkoznék segíteni, akkor vagy kinevetnek, vagy elküldenek melegebb éghajlatra, vagy nem mondjam meg. Tehát hogyan segítsek nekik, vagy hányok rájuk fittyet egyszerűen? És lapáttal. Viccet félretéve. Ne, te úgy tudsz segíteni elsősorban, hogyha magadon. Tehát, hogyha saját magadat letisztítod. Ha saját magaddal rendben vagy, már meg is saját magaddal, ne légy rendben, ne hozz létre saját magadat. Hogyha tisztán látod a szituációt, tisztán tudsz, helyesen tudsz kapcsolatot teremteni, és helyesen tudsz cselekedni, ez azt is jelenti, hogy ugye olyan szekér után nem futsz, ami nem vesz fel, olyan embernek nem akarsz segíteni, akinek látod, hogy ebben nincsen, nem nyitott erre. Viszont hogyha te valóban magadban letisztítottad annyira a tükröt,
hogy az úgy tisztán tükröz valamelyest, akkor valószínűleg azok másokat is annyira már tisztán tudsz látni, hogy észrevedd azokat a kapcsolódási pontokat, ahol a másikkal közös a platform. Tehát mindenkinek van valamiféle olyan dolga, amit ezt a filmek az, hogy mindenkinek van gyenge pontja. És nem azt mondom, hogy gyenge pontod, de mindenkivel van valami felület, ahol mondjuk szeret például enni. Azon, hogyha szeret enni, akkor te tudsz neki főzni, és akkor rögtön már van egy egymásra hangolódás, ahol megvan a lehetőség arra, hogy ezek a dolgok előjöjjenek, és alkalomattán szembesüljön ő velük. Tehát attól, hogy te valakinek elkezdesz megmondani dolgokat, ez főleg a gyerekeken, tínédzsereken látszik, hogy ez a legrosszabb, mert az azonnal elkezd a másik irányba menni. Tehát a legtöbb, amit te tenni tudsz, az az, hogy magadat hozod rendbe, és ugye tisztán látod a szituációt, tisztán veszed fel a kapcsolatot, és akkor tisztán is tudsz cselekedni, és valószínűleg előbb-utóbb segíteni fog a környezetednek is. És ez nem feltétlenül kell, hogy látványos legyen, és legtöbbször nem is az, és nem is kapsz érte cserébe semmit, és nem is úgy érzed, hogy visszafele mész, de ezzel nem is kell törődni alapvetően. Tehát az, hogy megváltoztasz másokat, ők tudják maximum. Te, amit tenni tudsz, hogy teremtesz egy olyan szituációt, ahol ők belátják, hogy változtatni kell valamit. De vigyázzunk ezzel, mert nagyon gyorsan eljut az ember a gyakorlás által egy olyan pozícióba, amikor már nagyon-nagyon szeretne segíteni Sun Tzu-n mesternek is, miután ugye elérte a megvilágosodást, azt mondták, hogy 3 évig úgy hallgassá. Vigyázzunk ezzel. Köszönöm szépen. Minden kérdés visszavezet ahhoz a problematikához, hogy a kérdést eleve jelen paraméterek szerint fel sem lehetne tenni. És ez a játék, ez sokszor elcsábít bennünket egy ilyen intellektuális síkra, ami nem jó, nem rossz, csak ismerjük fel, hogy az abstrakciók azok a tapasztalatot legtöbbször nem helyettesítik. Én kívánom mindenkinek, hogy a gyakorlata az tisztuljon le, és váljon valós tapasztalattá, és ezáltal váljon segítséggé a környezete számára is. Érjük el a felébredést, és segítsünk minden érző lénynek. Köszönöm szépen!